meglepetés önöknek, hogy most Gusti is fog pár szót mondani. Hát én jó leszek önökhöz, vagy hozzátok, mert már ilyen családias légkör van itt. Annyi kedves barátom, rokonom, hát tisztelőm van, hogy már egész ilyen családias légkörnek érzem. Jó leszek, mert nagyon röviden fogok beszélni. Csak megköszönöm a nagyon sok szeretettel és tisztelettel a jelen. Mindig sokkal magasabb rendűnek tartott az ember szolgálóját. Úgyhogy mindig nagyon nagy, amúgy is nagyon nagy tisztelője volt, el kell mondja minden, hogy mondjam, ilyen kizelgés nélkül, hogy azért is örömmel vállaltam, amikor felkért a Püspök úr a művésztelep vezető, hogy ilyen kiváló személyiséggel tudok együtt dolgozni, és hát azóta is érzem a bizalmát, a támogatását. 15 művésztelepünk volt eddig, ez a 14 alkalommal mindig jelen volt, az egyedüli kivétel, amikor Brüsszelben volt gyűlésen. És anyag és erőskölcsi támogatásban részesített, és gondolom, hogy most valahogy ez a művésztelepünkkel is összefügg, ez az én kiállításom, mert ugyanazt teszem itt, mint a művésztelep szellemiségében igyekszem, hogy mondjam, szugerálni, inspirálni a nagybányaiság továbbéltetését, a történetének hiteles megtartását, és hát valahogy ez látható a munkáimban is, hogy a nagybányai művészet tovább folytatója szeretnék lenni. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm és köszönöm a MiisionArt galériának, hogy az első szóra elvállalt mindent, annál is inkább, mert Nagybányán tapasztaltam, az ember lehet, hogy túlságosan sokat képzel magáról, beképzelt vagy álmodozik, hogy valakinek eszébe jut, hogy hát majdnem 6 évtizedes kulturális tevékenységem után megszerveznek egy kiállítást. Hát hiú ábránd volt, ezért megtettem én. Úgy érzem, ez egy elvárás volt, és ezt teljesítettem. Nem volt ott magyar média egyáltalán. Volt egy fehér holó, Szűcs Gyuri barátunk, aki hát a magas tisztsége és elfoglaltsága ellenére megtisztelt jelenlétével, és elvállalta a kiállítás megnyitását. Köszönöm neki ezúton is. Azon kívül volt egy kellemes meglepetés, a megyei kulturális igazgatóság igazgatója, dr. Ioan Márkis, egy román férfi, olyan szeret, ő kért meg, hogy engedjem, hogy ő beszéljen és analizálja a munkáimat, olyan profi módon tette, ő volt az irgalmas szamaritános, gondolom értik. Sajnálatos módon, amit a Püspök úrral annak idején 1997-ben, erre muszáj kitérjek, volt egy ilyen szellemi alkotó műhelyünk is, ahol kiváló magyar szellemiség, értelmiség, Makóvec Imre, Jankovics Marcell, Sümegi György, és számos sok művészettörténész. Feltettem a költői kérdést, hogy a határon túli magyar művészek vajon alakítói a magyar összmagyar kultúrának, és hát egyértelmű volt a válasz, hogy igen, ezt a Püspök úr 2000-ben a Vármegye galériába szinte doktrinaként ki is hirdette, hogy egy magyar kultúra van, a határon átnyúló magyar kultúra. Sajnos ezt mióta Párciumban, a mezőségen kevésbé érezzük, vagy az én esetemben is tapasztaltam, egyáltalán nem érezzük, mindenki teszi a
maga dolgát, a művészek, művészeti szövetségek, kulturális intézmények rólunk elég keményen megfeledkeznek. Tehát ez volt egy ilyen tanúság. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nagybányaiakat, akik eljöttek Nagybányáról. Rendkívül jó érzés, nagyon nagy ajándék volt nekem. Köszöntöm a családomat is, ilyen nagy létszámú hát, családom minden tagját, a fiamat és a menyemet, Agostont és Johnt, akik Kanadából jöttek el, hogy mindkét kiállításon jelen legyenek, őket is szeretettel is. Nagyon köszönöm, itt van Schneider László, támogatók, ő vállalta el a munkák szállítását. Külön öröm, hogy valamikor tanítványom volt, és igen, kultúra érzékeny. Hát a művésztelepünkön mindig ott van, közreműködik, filmez. Blaskó István az elektroszisztémnek meg kell köszönjem a katalógusom nyomdaköltségeit első szóra felvállalt, és számtalan esetben támogatja a művésztelepünket anyag minden évben. Mindenkinek köszönöm, akik segítettek valamiben, hogy ezt a kiállítást sikerüljön létrehozni. A püspök úr szavaira, és ezzel be is fejezem, hogy a művészek feladatai, tehetsége, meg egyebek. Én úgy gondolom, hogy azt tartom, amit a Biblia ír, hogy minnyájan, minden ember talentumot kaptunk, idézőjelben talentumot, valamilyen képességet, valamilyen adományt. Így kapott a képzőművészek is egy bizonyos adományt. Ez, hogy művészi alkotásokat létrehozunk, az alázatosságra utalok, nem a mi érdemünk. Mi ezt kaptuk az Istentől. Legfeljebb ott lehet valamilyen érdemünk, hogy milyen mértékben tettünk eleget annak a felkérésnek, hogy kamatoztassuk a talentumot. Hogy nekem ez milyen mértékben sikerült, az önök ítélő képességére bízom. Köszönöm, hogy meghallgattak, és én is hát megnyitottnak nyilvánítom a kiállítást. Köszönöm. Mielőtt átadnám önnek a művész urat, azért kötelességem, hogy valakinek megköszönjem, mert szerintem nélküle nem jött volna létre ez a teljesítmény. Ez a felesége Anikó. És tudom, hogy nagyon nagy bajban van, nagyon nem szeret szerepelni. És ezután csak annyit tudok mondani zárszóként, hogy egy pár kiló pogácsánk van, pár üveg borunk szintén, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk vendégül. És még egy bejelentése van, bármilyen hihetetlen is, de a képek megvásárolhatóak. Köszönöm a figyelmüket!